katonák és rendőrök ezrei csaptak le több ekvádori börtönben vasárnap lőszerek és robbanóanyagok után is kutatva. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy Daniel Noboa elnök és a börtönöket ellenőrző hivatalos szerv bejelentette, rabok által fogva tartott összesen 170 őr, tiszt és adminisztrátor szabadon bocsátását. A tengerparti mácsalában egy 800 rendőrből és katonai személyzetből álló biztonsági kontingens tankokkal hatolt be egy börtönbe, ahol egy nappal korábban egy börtöntiszt meghalt egy lövöldözésben. Telmo Betancourt rendőrparancsnok azt mondta, az ekvádori nemzeti rendőrség szombaton 15-20-ként fogva tartott börtönőrt szabadított ki fogságából. A kiszabadult őrök biztonságban vannak, miután orvosi vizsgálaton estek át, közölték még a hatóságok. A szintén tengerparti Esmeraldasban lévő börtönben mintegy 1100 rendfenntartó ügyelt a rendre. Az erőszak hullám a börtönökben egy hete kezdődött Ecuadorban azzal, hogy egy guayaquili börtönben eltűnt Adolfo Macias drogkirály, aki kapcsolatban állt egy mexikói kartellel.